Ez az épület újabb eleme a Széchenyi István Egyetem 4 milliárd forintos fejlesztésének. Az intézmény az autóipari képzés, kutatás és fejlesztés számára biztosít korszerű körülményeket. Ezek Zalaegerszegen valós ipari környezetben történhetnek, a piac és az egyetem együttműködésében. Minden felsőoktatási intézmény számára a legfontosabb a hallgató. A hallgatók munkaerői piaci illeszkedését szükséges biztosítanunk. Ez az innovációs ökoszisztéma, amit a Zalazon környezete megenged és feltételez, egy munkaerői piaci illeszkedés automatikusan a hallgatóinknak. A járműipari tesztpályán és annak környezetében zajló fejlesztéseknek is köszönhető, hogy néhány év alatt több mint duplájára emelkedett Zalaegerszeg iparűzési adóbevétel. Fogalmazott az Avaton Balaidh Zoltán polgármester. Külön öröm számunkra, hogy most már a magasan kvalifikált munkaerő is megjelent, hiszen akár a Rheinmetall, az AFAWEL, a Bosch, maga a tesztpálya és ez a Science Park is azt mutatja, hogy olyan fejlesztések valósulnak meg, ahol együtt egy helyen van a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a szakképzés, az egyetemi oktatás és a szolgáltatások. Tehát egy olyan gazdasági ökoszisztéma kezd kialakulni, ami Zalaegerszeget a jövő városa irányába tudja pozícionálni. Varga Mihály pénzügyminiszter kifejtette, a kormány célja, hogy a magyar egyetemek az ország fejlődési potenciáját kiszélesítő szellemi központtá válhassanak. 2020-as éveknek az extenzív időszak után az intenzív időszakba kell átlépnie, és azt kell bebizonyítanunk, hogy a fejlesztésben is képesek vagyunk megállni a helyünket. Tehát nem csak képesek vagyunk gyártani, hanem képesek vagyunk fejleszteni is. És hogy visszajussak ide az Zalazon területére, az a cél, hogy ezek a központok, ezek a regionális központok a fejlesztésbe minél több energiát tudjanak bekapcsolni, és minél több tehetséget, tudást, innovatív energiát gyűjtsenek össze annak érdekében, hogy a magyar gazdaságnak ez a évtizede valóban erre szóljon. A pénzügyminiszter hozzátette, azon dolgoznak, hogy kihozva a legjobb teljesítményt a gazdaságból, helyreállítsák az ország egyensúlyi helyzetét, és visszahelyezzék a gazdaságot arra a növekedési pályára, ahol korábban állt.